Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 10-én. Mielőtt kezdenék ezzel a jóslással, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy megint van egy kedvezményes jóslás, és ez a kedvezmény eltart április 18-ig. Itt van egy kirakás, nem csak a szerelmi témákat illetően, hanem a munkát illetően is. Azon kívül kaptok hozzá egy asztrológiai elemzést is, ami a szerelmet illeti és a munkát illeti. Mindkét életterületre betekintünk. Ez a kedvezményes jóslás most fele áron van, megkapjátok 4250 forintért. És most a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő tervei, mik a gondolatai, mi foglalkoztatja őt a jelen pillanatban. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ennek a toronynak van több jelentése is. Ő elgondolkozik azon, hogyan tovább, mert jelen pillanatban minden úgy összeomlik nála. De a torony jelenthet hivatalos dolgokat is, ami őt most foglalkoztatja, vagy egy bírósági ügy. A következő kártya utal az ő érzelmeire. Számára most fontos a belső egyensúly. De ezen a képen Justícia istennő látható, és az utal az igazságra, de kinyitja a szemünket olyan helyzetekre is, ahol igazságtalanság történik. De mivel itt a második kártyánál az ő érzelmeiről van szó, ő úgy érzi, hogy minden olyan igazságtalan itt körülötte. Az lehet egy családi helyzet, vagy valami igazságtalanság történt a munkahelyén. És most fontos az, hogy ő ezeken a dolgokon átlásson, és kell egy kiút ebből a helyzetből, mert ez a torony úgy fogva tartja őt. Emiatt az igazságtalanság miatt. Ami nála még lehetséges, egy bírósági helyzet. Erre utalhat a torony és Justícia istennő is. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled, ezt mutatja a következő kártya. Ezen a képen látható a sors kereke. Neki bíznia kell a sorsában, hogy minden jóra fordul. Mivel ezt közli veled, az azt jelenti, hogy itt lesz egy sors fordulat, esetleg egy közös sors út. Azon kívül ő hisz abban, hogy a ti találkozásotok nem véletlen volt, ez benne van a sors könyvében. A következő kártya mutatja a napi energiát. Hasonlóan, mint a másik kártya, itt is az életútról van szó. A sors utatok kereszteződött. Tehát ez a találkozás nem véletlen volt. Azon kívül utal arra, hogy ti elérkeztetek ehhez a kereszteződéshez. Itt egy pillanatra meg kellene állni, elgondolkozni azon, hogyan tovább, melyik irányba kell, hogy tekintsetek. Ami fontos ennél a jóslásnál, azt láthatjuk, itt lesz egy sors fordulat. És most röviden áttérek az asztrológia területére. Én az indiai asztrológiával foglalkozom, ez az indiai számítás egy nagyon precíz számítás. És eszerint a számítás szerint a mai napon Vénusz bolygó elhagyta a halak jegyét,
és áttért a kos jegyébe. És ez egy új kezdetre utal. Ez kihat a szerelmi élet területére, és kihat ránk, hölgyekre is. Érezni fogjuk a tűz elemét, a bátorságot kihívásoknál, és a szenvedélyeket, a lelkesedést is. Vénusz bolygó a mai napon egy jó kapcsolatban áll Jupiter bolygóval, az szerencsét hoz, amennyiben egy ilyen bírósági ügyről van szó, akkor itt javul a helyzet. Vénusz bolygó és Plutó bolygó között van egy kvadrát aspektus, ez kihívásokra utal. Plutó bolygónál fontos megérteni azt, hogy valamit le kell zárni az életünkben, hogy legyen egy új kezdet. Szaturnusz bolygó és Merkur bolygó között van egy jó kapcsolat. Itt előre mennek az események, megvan arra a lehetőség, hogy tisztázzunk valamit, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy itt kialakuljon valami, egy ilyen alakot vegyen. Mars bolygó és Neptun bolygó között van egy úgynevezett kvadrát aspektus, ami kihívásokra utal. Neptun bolygó mutatja a művészi területeket, az inspirációt. Itt vannak most nehézségek valamit kialakítani. Neptun bolygónál a fantáziáról van szó, az álmokról, és ha mi ebben hiszünk, ez megvalósulhat. Viszont most nehéz ezt így elképzelni, hogy jóra fordulnak a dolgok. Itt át kell tenni magunkat a bizonytalanságokon, hogy minden jól sikerül. De mivel itt fantáziáról van szó, és előfordulhat az is, hogy valaki beszámol valamiről, és ez nem az igazság, hanem itt hazugságokról, esetleg csalásról van szó, tehát legyünk óvatosak, mert előfordulhat, hogy valaki szeretne becsapni bennünket. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!